Now on your troubles will be miles away. Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt egy újabb Retrozóna, ki itt van velem Misó, üdvözöllek! Sziasztok! Na, ahogy a painkilleres videóban megígértük, jöjjön megint egy ilyen félelmetes Retrozón, és méghozzá a Doom 3 kíséretében. A játék 2005-ben jött ki, jól mondom, Misó? Igen, tehát ez pont nem kísérletem, kísértet se ez meg. Az biztos, hogy az lesz, gyerekek. Akkor hagyj mondjam el én gyors, hogy az én tapasztalataim mi volt, mik voltak ezzel a játékkal kapcsolatban. Hát az a helyzet, hogy én nem tudom ezzel mikor játszottam először, olyan 2008-9 körül, várjátok? Hát mondjuk már lehet 2007-ben is játszottam, várjátok? Igen, lehet, hogy 2007-ben. Az a lényeg, hogy hát mondhatom azt, hogy gyermekkorom, hát igazából akkor ilyen 16 éves voltam, 17, de ettől a játéktól akkor is megijedtem, gyerekek, szóval nekem ez a Doom 3, ez még a mai napig olyan, hogy nem szívesen játszok vele, mert nekem nagyon félelmetes, még így is, hogy a grafika azért már nem a legújabb, de engem azért még mindig meg tud ijeszteni. Játszottam, többször elkezdtem ezt a játékot, de valahogy mindig elakadtam, és valahogy mindig beleuntam abba, hogy úgy játszom, hogy úristen, mi lesz itt, és hát inkább úgy voltam, hogy letöröltem a játékot, szóval végig mindig soha nem vittem videókat, néztem róla, mi a vége, mit tudom, én megnéztem, aztán csókolom. Annyi is kacok, hogy a BFG Editionből akartunk volna ezt a videót, ugye az a felújított változat, csak az a baj, hogy ugyanaz a betegségem, amivel ugye a Bethesda csinálta, ugyanaz, mint a Wolfensteinnél, a New Ordernél is, meg az Old Bloodnél is, lenyomjuk a Frapset és 15 FPS. Tehát akár mit csinálunk, akár milyen felvevőt, az FPS lemegy ilyen ja, 10-15-re. Mielőtt valaki megkérdezné, mi az a BFG rövidítésben, nagy istenem, ott lenne ilyen, Big Fucking Gun egyébként. Nem tudtam. Az a rövidítése, szóval... Hát az igazából ilyen felújított Doom, tehát mondjuk én ugye elkezdtük játszani, és nem tudom, tehát én kapott nem tudom... Kapott kontroll támogatást elvileg, meg... Meg grafikailag kicsit javítottak rajta, nem? Jaj, úgyhogy... Ja. Mondom, gyerekek, tehát ez a játék, ez... Hú, nekem még a mai napig egy félelmetes játék, úgyhogy szerintem kicsit félni fogunk, úgyhogy Misu, neked mik voltak a... Én azt hiszem, nekem is megvolt kb. 10 évvel ezelőtt, vagy maximum 8. Hát, emlékszem, hogy egy darabig játszogattam vele, de valami cheat-tel, és akkor emlékszem, látszó része mentem, hogy valami ilyesmi, és így nem féltem, nem tudom, kiskoromban úgy nem. De utána mondom, jó pár éve volt, hiszem 4 éve. Oké, üljünk le Doom 3-ozni, leszettem a játékot, igen, szinkron, mondom, ó, úgyis már volt, csak a grafika, nem fogunk félni. Jött a bázisnál az a rész, ugye bármikor jönnek ezek a dögök. Igen. Ott fostam össze magam. Na, nem szó szerint, de... Na, majdnem. Hát, igen, szóval én ezt nem értem, hogy kiskoromban vidáman láncvérjét szaladgáltam, most meg egyszerűen... Hát ugye azért van, ugye most már az ember főfogja itt azért, miről is van szó. Azért a játék tele van adóellenőrökkel, minden azért persze, hogy az ember megijed. Ja, és igen, miről szól a sztori, szerintem erről is érdemes kicsit emlegetni, mert mostanában ugye bár észreveszitek mindig, hogy mondjuk kicsit felvezetem a játékot. Szóval ugye bár arról szól a Doom 3, hogy Marson 2142 körül járunk, azt hiszem, ugye bár már az emberek kinőtték a Földet, és akkor itt a Marson vannak kutatások, de egy kutatás rosszul sül el, és a pokolból különféle lények támadják hát meg a Marsot. Hát démonok, nem? Igen, démonok úgymond, és az emberekből zombikat csinálnak, és ráadásul ugyebár a szörnyek is jönnek ugyanúgy ránk. De még ha már a Doom-nál tartunk, ugyebár a Doom 1, Doom 2 is volt, de ugyebár ez nagyon régi, és ugyebár az inkább pörgőség, nem játszottam velük? De nem csak az, hogy retrózomba, nem tudom, hogy menne el a gépen, menne, hogy lehetne le. Hát akkor sokat csak lehet, hogy arról is lesz majd. De ez tényleg olyan retró, ez egyszerűen én imádom a Doom 1, Doom 2-t. Szóval ugyebár még annak pörgős volt a játékmenete, a Doom 3 már igen, az parafaktor. És most jön az új Doom, ugyebár csak sima Doom néven. Annyit elárulok, hogy az alfát én próbáltam, mert bejutottam. De csak a multiát, az is ugyanúgy pörgős lesz egyébként, mint az 1 meg a 2, szóval nem ilyen parra, hanem inkább akció meg hát a dara jó, lesz. Hát jó, és mondd, a single az milyen lesz? Jó, és egyébként kezdjük már,
Jó, kezdjük ugye load game, és magunkat. kacok, betettünk egy mentést, direkt leszettünk az internetről, ez a Delta Labs, ugye ez a Sector 2B játék, kb. A játéknak így a kétharmadánál van ez a pálya. Most gondoltam, most ne kezdjük el előről, az mi nem para. Na, Miso, akkor load game mehet? Már rányomtam. Na, és a grafika igen. Minimumon van, mert ugye bár Full HD-ban megoldottuk, hogy igen, Full megoldottuk, HD legyen. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ugye át kellett írni egy config fájt, és akkor most a Full HD-ban játszhatjuk. Na jó, az a lényeg, gyerekek. Aha, jó. Akkor, Miso. Mi a véleményed a játékról? Az a lényeg, hogy... Félni fogunk? Kicsit. Szerintem igen, és szerintem a fényerünk kicsit. Meg a jó édes, azt a rohadt életbe. Megyek, azt itt kicsapódik a rohadt gőz. Ja, igen. A jel. Hol lehet azért tanítani a világosságot? Hát a system. Ja, megvan. Na jó, azt hiszem, én is... De én nem izét állítok, hanem egérérzékenység, az hol is van? Akkor... És így is sötét. Jó, hát a sziába szerintem, Miso. Nem, hogy nincsen mouse sensitivity. Az, vagy van? Vagy most én nem látok? Hát nincs. Nincs. Nem, vagy game setting? Itt hülye vagyok, hát minden lenne egy játékban mouse sensitivity. Jó, oké. Na. Erre kell most menni. Az a lényeg, Miso, hogy itt ott, ahol a csávó kijött a tűzbe, itt most be kell menni, és lesz egy ilyen kis cuccit. Úgy. És akkor itt ez a csávó mindjárt itt ránk néz. Jó. És akkor most felszedtük. És akkor milyen most vissza csávó? Kell menni. Hát ott a székbe ül és ilyen fejetlenül aztán így ránk támad. Jaj! Oké. Okay. Én ezt előbb megcsináltam, engem ez már nem ért váratlanul amúgy. De ez itt. Figyelj, Miso, menj ki az ajtón. Mi a szar? De várjál, de nekem miért nem adta be, hogy meg kell nyomni valamit, nem itt? Velem is itt visszamegy, és akkor miért nem jönnek itt a cuccok? Meg az jó édes! Hú, Miso. Az a baj, hogy szerintem én feltolom azt, hogy egyszerűen olyan sötét a játék, hogy... Hát ez ilyen, Miso, hát horror játék milyen legyen? Világos, csezd meg. Hát én nekem nem világos, hogy te mit akarsz mondani. Aha, ott van bent izé. Az anyádat, itt le kell guggolni, aha. Most hol? Hol kell most tovább menni? Jó, hát nem én vágom. Ugye bementem, azt maradt lopva, jó, hogy lehet, szerintem meg fogok halni. 36 HP maradt, mert bementem egy rohadt tüzér. Na, itt is mit is kell csinálni, gyerekek? Az tök jó, hogy itt elkezdjük a játékot, de figyelj. Meg a jó édes! Na most merre kell tovább menni? Béla, az mindjárt megol engem, 18 HP-n van. Ajjaj, gyerekek, hát elnézést, hogy noob vagyok. Felvettem azt a szar, kinyírtam őket, és most vissza, ja? Vissza kell menni, de itt mit kell csinálni? Mert oké, látom itt, hogy most van itt valami, de... Nem, ezt úgy kell, hogy ezt... Nem, itt még kell, egyébként sokat csak meg fogok halni, tehát... Ne haragudjatok. Ott van egy ajtó zárva, ott be kell menni. Itt meg fogok halni, gyerekek. Anyád! Mi a? Mi a tököm az ott? Valami itt sétálgat. Elfőtt, el tudsz menteni. Anyád, az micsoda? Látsz annak, mi van a kezén? Gyerekek, én annyit mondok, hogy a vérnyomásom, nem tudom, hogy mennyi, de... Baromira nem vagyok. 11 HP. Mi ez a kurva sötét? Hú, idegek, meghaltam, elnézést. Az a baj, az elején ott elszorakoztam ott a izét tűzze. Jó, én megyek lámp. Anyád, jön! Jön! Na anyád! Jó. Anyád! Anyád, én! Ez szar! Hát nekem muszáj volt újra betöltenem, mert jó okos ilyesünk. Mindegy, így betöltem. De én mentettem. Tölts be, mert itt az a baj, elszórakoztam, meg a csávó is itt, aki csinálta. Ja, bocsi gyerekek, a sok csúnya szóért, de... Ez nem az a játék, ahol... Hallod, ez nagyon nehéz, gyerekek, ez megőrülsz. Majdnem megijedtem. Na itt jön két, mert itt most nem kéne HP-t veszteni. Anyád, mi volt ez a gonosz nevetés? Jó. Jó, és kacok, most már tényleg próbálok úgy menni, hogy jó legyen, mert jó, milyen fegyverünk van? Van izénk, aha, ó, van, jaj, van minigunk, Miso! Tudom.
Na, hagyjál! Megint itt sétálgat ez a hülye. Ú, gyerekek! Haj már meg te! Mennyit kell ebbe belelőni? Na végre gyerek, nagyon béna vagyok. Elállom nektek gyerek. Mi a kurva? Hát tudom, mit kell csinálni, Misu. Jaj, gyerekek, mielőtt törülnétek, hogy mit összefossuk magunkat, nem lesz több belőle. Biztos, hogy nem lesz. Az biztos, hogy nem lesz, gyerekek. Na jó, itt valamit aktiváltam. Itt nincs semmi. Milyen puska? Jaj, itt a csávót lőti, ott azzal vigyázzál. Jó, hogy lőttél mellé Game Zone? Az a baj, sok HP-t vesztek én is. Igen. Itt van élet. Van élet itt majd, figyelj, amikor itt kinyírod ezeket a nagyokat. És itt van két ajtó, van egy négyes ajtó, meg van egy... Csukodjál vissza. Meg van egy kettes ajtó, ott van egy Storage 2, ott van bent egy zombi, megölöd. És lesz max HP-d, meg armorod is. Szóval arra mindenféleképpen menj el. Aja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 j
Mi a szar ez? Na jó van gyerekek, ez így... Ó, jaj. Tudod, fölvettük, oké. Ló, 103-os, ez a kód, vagy ez... Ja, aha, most a PDA-ba kéne megnézni, hogy mi a kódja, én most engem igazából ez nem érdekel. Húzzunk tovább. Ó, jaj. És akkor ezt kinyitjuk itt, aha, oké, megvan. Azt a büdös! És mi volt ott bent, hallod? Én meg észlemet jön le! Ezek hova tűntek? Előbb itt... Azt a... Üdös mindenedet, de megijedtem. Hú, gyerekek, én megfélek! Én lámpával megyek. Nem, én berem megyek ki... Berem... Anyád! Hú, gyerekek, én most félek, én nem megyek be, nem megyek be, gyerek, nem megyek be! Hú, gyerekek! Van itt minden! Ujjaj! Ezek itt majmoskodnak, hadd itt röhögnek rajtam, így... Tuti valami szörny lesz, hallod, Misu? Hú, itt valami, aha, tuti lesz valami, tud... Mega jó! Na jó, én itt be nem megyek, Misu. Tele van hullával. De jó, hogy mögőlem is jön. Mi a? Léci még. Mögöttem is, Misu, jaj! Akkor szerintem ugyanazt vagyunk én. Ja-ö. Dobálják itt a izét, hamut. Hú, gyerekek, ez a Doom 3, ez retro, most ezt fölvesszük, úgy törlöm le a játékot, hogy csak úgy füstölni fog gyerekeket, ez. Ez a gyerő. Hú, gyerekek, ezt... Jó, megint van. Igen, ja, ugye ott az elején azért rontottam el, mert tényleg kicsit meg kell szokni a játékot. Mondom, én ezzel, én eddig soha nem tudtam Doomba, tehát nem tudom mit kell. Olyaj. Oh, meghalt, jó? Nyugi, a Doom 1, Doom 2, te nem fogsz félni. Jó, hát azok, de azok, hogy játszottunk is, még nem néztem nagyba még. Suliba toltuk ott lamba, azt nem lehetett lamba tolni. Megombálta van. Rift access. Jó van, hát itt izé. Hú. Haj, már meg te majom.
Egyébként mi ez a szívdobogásos? Beszedtem valamit, vagy mit? Jaj! Misu, mi ez a szívdobogás? Mi a tököm ez? Oké, megyek, most följöttem lifttel valami izére. Itt jó, meg vagy. Ó, Misu. Mentsél, Misu! Ja, itt lehet menteni, mentsünk gyorsan, nehogy valamit legyen, akkor szép. Úgy bármikor lehet-e fötteni, nem tudom. Azt írja, hogy jó, ja, nem akarok felülírni, nem, én újat akarok, de hogy kell, jaha, át kell nevezni. Akkor legyen mondjuk T betű neve, az kész. Jó. Ja, oké, el van mentve. Jöttél ki. Jó, HP-m oda. Mi a? Ooo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 o
Hú, gyerekek, na jó. Ezt tényleg, ezt gyenge idegezetűnek nem ajánlom, mondjuk már késő. Ja. Hú, gyerekek. Ezt ezzel játszottam én annó. Hát tudod ki játszani ezzel még egyszer. Tehát, hogy ülő rám. Én már érzéből ilyen csatornába. De amúgy hogy csat... Jó van, itt meg sikítóznak. Jó, hát igen, és most kacok ez a dumát. Kacok, ez a dum már csak ilyen, tehát... Mi a... Leestem valami csávóz. Szevasz, doktor, izé, Michaels. Talkoljunk vele. Cső. Hét, valami izét vizsgál egy ilyen... aki dobálja a cuccokat, tehát tudod... Itt van élet, minden van itt. Jó, hát magyarázni, nyugodtan mondja Gyógyi, nyugodtan itt addig körbenézek, mert... Egyébként Misu, láttad a Doom című filmet? Nem. Á, nem tudom, nem rossz, egyszer megnézheted amúgy, nem... Most annyira vagyok, nem jó. Amilyen felvonónál. Mikor... Igen, ott mindjárt akkor ott tartasz, ahol én. Aha, ehhez izék, ezt úgy van, hogy a tabot meg kell nyomni, és itt ilyen izék vannak. Jó, most nem fogok ezekkel szorokozni, de azt hiszem, hogy a PDA-nál vannak ezeknek a cuccoknak a kódjai, de most... Ki nevet? Fogjának. Mi a... Micsoda, szörny? Misu? Nem tudom. Hol lehet benne kézzel menni? Hallod? Én lámpával megyek, én annyira. Misu, az jóló. Na jó, hogy ki tovább menni, te majom? Hogy kell megnyomni a talkot? Jaj, de jó. Mi az, a Enter, vagy Space, vagy mi? Nem, mi, mit kéne gyerekek! Csinálni? Ah, itt van. Anyádnak ugráját, csönnek! Halad a dropló? Ott lopakodik, jó Isten! Aaaaaah! Misu! Molesztálak! Felállt a két hátsó lábaira! Nem vagy egyedül. Jó! Lekapcs! Hopp! Jó, oké, Misu, oké. Én most kakítem össze magam, jaj! Haj meg, bőregér! Hú, azért kiabalok, már tényleg félek. Jó. Meghalt. Jó, Misu... 19% HP-n van. Misu, én only minigun, hallod? Ezt én tuti nem fog... Elmészte a jó büdös... Megint ez a csattogós izé... Vagy honnél pici? Hallod, ez ilyen betyárostoros csávó. Ups. Meg akar engem ustorozni. Hát itt van egy kis... jöttök? Itt van egy kis husi a falon, azt amint itt vannak ilyen izé... Mi a? Aujjaj! Állandóan respawnolnak! Igen, mert az a nagy izé csávót mindig megidézi őket, és azt kell össze lelőni, Misu. Tudod, az a... Lelőttem. Jó, visszatőltem, mert 500 HP van lenne. Ó, gyerekek! Itt ki magyar... Ja, itt a tévében magyaráznak! Aha, itt írják, ja. Vagy írják, itt mutatják. Jó, nyugodt vagyok. Hallod, itt valamit írnak? Mit ír itt, hogy... Mármint ugye ezek, akik dobálják a cuccot, ilyen... Observational studies have shown incredible strength and agility, as well as the ability for some specimens to manifest and control cohesive plasma masses. The method by which these masses are created is yet unknown. It is believed that the specimens possess a high intelligence
megöltek. Lul, ilyen képeket mutatni, jó, inkább megta... Az anyádat! Haj! Jó, gyerekek, ezt minél legyen minél hamarabb vége. Ezek a csak itt éle... Én is, hogy életre kellett ez egy csávó. Ezek itt letöltjük itt az izé... Én tudom, hogy nem végezt a pályát, ez... Mi a? Azt mondja valami... Nem bírom azt a hülye köcsögöt kinyíni. Azt mondja, csak van itt valaki? Hát, nem tudok tovább jutni. Ne? Hol, Misu, hol? Hát, ahol van egy idézős hülye gyerek. Meghalt az a baj, hogy alig van HP-m. Hú, de hát én is, hát nehéz, nagyon nehéz, gyerek, hát ez megőrülsz, milyen nehéz. Ez komoly, és most vissza... Ki lehet ezt? Jó, mentek. Ez komoly, és most vissza kell mennem, nem már. Hadd ki, igen, most ezért jöttem ide le. Végre! Hú, gyerekek, hát megőrülök ez a játék, ez... Tudod, mennyi HP maradt? Na? Két. Két HP? Hét. Jó van, de... Fú, de utálom ezt a játékot, ott kinyitom az autót, azt ott izé spawnul előttem. Itt semmi nincs, jó? Aha, itt sincs. Tudod, Dying Light, meg ott tudni. Maga jó édes, jaj, nem tudom, hol vagy! Mi a... Ú, gyerekek, nekem... Jó van, de ráadásul tényleg olyan sötét jár, én nem látok semmit, ha csak hogy a világítok. Ez a baj. Mi a hagyjál már! Mi a szarom ez? Jó, 51 töltében a minigámba. A GG. Oh! Hú, gyerekek, van ez egy cucclövő fegyó. Merre kell itt menni, aha. És valami itt morog. Ott van! Hajd meg! De, tedd már a zseblámpát! Meghalt. Tudok ezzel beszélni. Nem tudom, hát ott odamész, az kész. De ez, hogy ilyen sötét a játék, halod, ezen kiégek. Hát miért? Jó, akkor most ezzel a pikputy gunnal fogok menni, mert ez most jó. Tuti lesz itt valami fi... Rohadj meg. Ilyen tyú. Itt a kódot szobák, honnan kell beírni? Van HP. Ah, de ezek a majmok, amik képesek utánam jönni, jaj, tényleg utánam jön! Jó, hát ez most, most nem fog nézni Péd. A büdös neverek nem... Ááá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 
Istenem, ez a játék, gyerekek! Hú, hol tartunk? Nem tudom, mennyi lehet. Jó, én már ide szerintem nem megyek be. Szerintem ide, itt én itt elbújok, Misu. Azt tőlem jöhet a pokol, én ide begugolok, így, né? Aztán én itt senkinek nem ártok. Jó, hogy a kontrollra meg lehet lőni. Aha, szóval a kontroll is. Jó, Misu, nem tudom, támogatod a... Hát, terremet? Nem szívesen haladok. Tovább! Hú, hallod? Én oda be nem megyek, gyerekek, hallod? Azt inkább nézzétek meg, hogy én be nem megyek oda. Úgyhogy gyerekek, ennyi lett volna egy olyan retrózó videó, ahol mi soha enyhén megijedtünk, és ezt igazából nem játsszuk be, tehát én igazából tényleg félek ettől a játéktól, mert hát ez gyerekkorom, hogy az Alien filmek, meg a Predator volt, ami nagyon féltem tőle, meg hát hogy a Doom 3. Ez tehát, a Doom 3 nem olyan, mint a Fear, szóval hogy... Hát, én mondjuk a 3-at végvittem, meg a Fear 2-t. Jó, a 3 az, de... Igen, az is félelmetes, de... Mindegy, hagyjuk. Skacok, hogyha tetszik ez a játék, de szerintem mindenki ismeri, vegyétek meg, tényleg megéri. Nagyon olcsó lehet most megvenni Steam is, ami 2,5 euró volt, szóval akinek viszont tényleg, de csak annak, akinek bírja az idegrendszere, mert megőrülszett a játéktól. Szóval köszönöm, hogy itt volt Misu, ennyi lett volna egy újabb Retrozone videóm, remélem, hogy egy kicsit azért ti is megijedtetek. Sziasztok! Sziasztok!